Hosszú és mozgalmas hétvégét tudhatnak maguk mögött a Nyíregyháza Blue Sharks 20-as kosarasai. Péntek este néhányan közülük pályára léptek a felnőttek között a Miskolc elleni győztes mérkőzésen, majd az utánpótlás meccsen is legyőzték a hazaiakat. Miskolcról Pécs felé vette az irányt a csapat, ahol szombaton előbb a London United ellen győztek 80-72-re Fazekas Csabáik, majd a Szolnokot múlták felül 79-57-re a Kékcápák. Vasárnap az olasz Basket Rimini ellen 66-62-re győztek a nyíregyháziak, bekerülve ezzel a rigai szuperdöntőbe. A fináléban a szenegáli székhelyű NBA Africa Academy 115-47-re verte az érthetően fáradt Cápákat, akik így is a várakozáson felül szerepeltek a pécsi tornán. Várakozáson felüli volt a hozzáállásuk is a srácoknak, bár azért azt nem mondhatnám, hogy bármikor ezzel probléma van náluk. Nagyon szépen játszottak, nagyon fegyelmezettek voltak az egész hétvége alatt, és szerencsére egy mérkőzést veszítettek csak, ami a döntőben volt, de akkor már ugye a döntőbe jutott csapatok kivívták azt a lehetőséget, hogy ott legyenek az európai Super Final Four-ban. A nyíregyházi fiatalok az EBA sorozatban eddig 10 győztes mérkőzés mellett mindössze kétszer szenvedtek vereséget. Eléggé jó érzés megverni egy külföldi csapatot, például egy angol vagy egy olasz csapatot, amely több nemzetiségű játékosokból tevődik össze. Úgy gondolom, hogy viszonylag erős csapatokkal játszunk itt a saját U20-as bajnokságunkban is, de azért egy külföldi csapat ellen játszani mindig nehezebb és nagyobb élmény. A tornán Fazekas Csaba bekerült az All-Star 5-ösbe. A Pécsen szereplő csapatban ketten 16 évesek, heten az U18-as együttesben szerepelnek, öten pedig a Kékcápák felnőtt gárdájával készülnek. A szezonon úgy gondoltuk, hogy közös munkát kell végeznünk, ezért összeállítunk egy közös programot, ami alapján az edzőknek dolgozni kell, és látszik az eredménye, mert U16-os, U18-as és U20-as játékosok is vannak benne, és nagyon jó látni a srácokat, hogy mennyit fejlődtek egy szezon alatt is. Az EBL sorozat szuperdöntőjét április 18-a és 21-e között rendezik Rigában. A Pécsről tovább jutott két együttes mellett litván, észt, fehér orosz és angol csapatok lépnek majd pályára Lettországban.